A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, ahogy megszokhatták, és sokadszor mondom el, Székesfehérvár nem csak a gazdaság és a sport, hanem a kultúra városa is. És a kultúra zászlós hajója minden vita nélkül a Vörösmarty Színház itt a Mezőföld szívében is. Ezért ügyelünk arra, és ezt ne feledjék ezt a szót, és figyelünk arra, hogy bemutassuk azokat a színházi embereket, azokat a színművészeket, rendezőket, akik sokat tesznek azért, hogy mi időközben megszerettessük a színházat önmagunkkal, környezetünkkel. És mai vendégünk, és nem elszólás volt az ügyelünk, hanem mai vendégem Vég Szirmai Irén, a Vörösmarty Színház ügyelője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Eljött az az idő, hogy ti is megszólaljatok, mert hogy nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy az ügyelő milyen fontos szerepet játszik egy színházban. Egy rövid idézet, ha ügyelő szeretnél lenni egy dologban, biztos lehetsz, nem lesz többé unalmas az életed. Ügyelőként rengeteg hírességgel ismerkezhetsz, találkozhatsz alkotóművészekkel a színpadon, és olyanokkal is, akiket talán csak a könyvekből ismersz. Ez így igaz. Ahhoz viszont, hogy valaki ezt az életutat és ezt a hivatást választja, valahonnét el kell indulni. És nyilván nem ügyelőnek készül az ember fia, hanem ez valamiféle változás következtében valósulhat meg, úgyhogy egy kicsit menjünk vissza az időben. Hogy ismerkedtél meg, mi volt az indítatás, hogy a színészettel kezdj foglalkozni? Én először táncosként kezdtem a pályámat. 7 éves voltam, amikor beirattak a szüleim a balettiskolába Győrbe. Elvégeztem az iskolát, és nem tudtam abba hagyni egyszerűen a táncot, és 18 éves korom óta én színházoknál dolgoztam. A Győri Balettnál voltam, a Debreceni Balettnál, a Magyar Balett Színház Gödöllőnél, és 13 éve vagyok a Székesfehérvári Színháznak a tagja, mint táncos. 10 évet voltam, mint táncos, körülbelül 9-10 évet, és a 2018-ban megszüntették a tánckart, és az igazgatóra annyira megszeretett minket, hogy felajánlott másik állás lehetőséget itt a színháznál, és arra gondolt, hogy én próbáljam meg, hogy én ügyelő legyek a színháznál. Egy kicsit még a színházi szerepeidről azért essék szó, hiszen itt van nálam egy lista, itt a beszélgetésünk elején megmutatom a nézőknek is, ez egy hosszú lista. Volt-e olyan darab, amelyet mint táncos kiemelnél, hiszen azért itt Fehérváron, illetve ahogy felsoroltad, számtalan helyen fantasztikus előadások részese lehettél? A Dzsungelkönyvét nagyon szerettem, a My Fair Lady-t, a Csókos asszonyt, de ugyanúgy szerettem a prózai dolgokat, a Lír királyt nagyon szerettem. A 12 dühös emberben voltam színész, az egy hatalmas nagy feladat volt, és nehéz is volt táncosként megszólalni a színpadon, ugye nem ezt tanultam, de nagyon nagy segítségemben volt Cserhalmi György, nagyon szerettem vele dolgozni, de ugyanúgy a koreográfusok is, de rengeteg koreográfussal dolgoztam, és az is óriási élmény volt. Egyébként, hát nyilván az élmény megviselt, hogy a táncot abba kellett hagynod? Nagyon, rettenetesen. Mert ez, én azt gondolom, hogy ha valaki az életét teszi egy művészi formára, egy kifejezés formára, és ráadásul tehetséges, az annak az egy borzalmas állapot. Nagyon. Nagyon. Évekig volt bennünk az, hogy megszüntetik a tánckart, mert nagyon sok színészi feladatot kaptunk, és ugye nem ezt tanultuk, és óriási teher is volt rajtunk, úgymond színpadra állni színészi szerepekben. Én nagyon izgulós vagyok, és megszólalni azt a hangerőt, amit meg kell szólalni, nincs rajtunk mikroport, és szépen beszélni, ugye ők a színészek ezt tanulják, a táncosok pedig táncolni tanulnak, és
nehéz volt megfelelni a feladatoknak, tehát hogy egyre több színészi feladatot kaptunk, és egyre kevesebb táncos feladatot, és minden éven kicsit rezgett a léc, hogy akkor megszűnik a tánckar, de minden éven kaptunk egy újabb lehetőséget, hogy mégse szűnik meg, csak több színészi feladat jön. De táncosként is hát nagyon, nagyon nehéz volt ezt elfogadni, hogy megszűnik. Azért 7 éves korom óta táncoltam, 34 éves koromig. Tehát az azért hosszú idő. És megmondom őszintén, rengeteget sírtam emiatt, hogy ennek vége lesz. De muszáj volt feldolgoznom, nagyon nehéz volt, nagyon támogatott benne a családom, hogy ezt így elfogadja, és hogy tovább kell lépni. Igen, látom, még most is. Még most is, igen, egy kicsit nehéz, igen. Igen, hát én azt gondolom, hogy ha valaki egy hivatásra felteszi az életét, és akkor rajta különböző okok miatt megszűnik az a lehetőség, hogy kiteljesítse önmagát, akkor nyilván. De nyilván ebben azért sokat segített a család. Igen, és sokat segített, hogy a társulatból is Szikora János igazgató felajánlotta ezt a lehetőséget. Igen, 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 abszolút. Hogy fogadtad? Hiszen az ügyelőt, ahogy itt már én elmondtam, és majd erről most hosszasan is beszélgetünk, nagyon-nagyon kevesen ismerik. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hát mi televíziós szakemberek abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért közel tudunk kerülni az ügyelőkhöz is, és tudjuk, hogy ez egy milyen fantasztikus szakma. De tudja-e egy táncosból avanzsált ifjú ügyelő, hogy milyen fantasztikus feladat vár rá, milyen sokszínű és milyen felelősségteljes? Fogalmam sem volt. Én mindig az ügyelőknél, megmondom őszintén, én nagyon rossz táncos voltam, úgy értve, hogy nem voltam egy fegyelmezett a kulisszában, és mindig az ügyelő szólt ránk, hangoskodtam, zörögtem a kellékekkel, és mindig csitított minket, hogy nem szabad ezt, halkan, csendbe legyetek. És aztán bekerültem én, mint ügyelő, és én szóltam rá a táncosokra, vagy a színészekre, hogy csendbe kell maradni, vagy csendesen kell lenni, szóval nagyon-nagyon nehéz volt. De ugye a tánc az azért adott egy alap keménységet az életben, és meg ugye elég szabály, nagyon sok szabály van a táncban, főleg a klasszikus balettban. És az ügyelő is egy nagyon precíz, mindenre oda kell figyelni, nagyon sokszínű munkakör, és én ezt nagyon szeretem benne, hogy nagyon nagy koncentráltságot igényel egy ügyelő. Tehát nagyon sok mindenre kell figyelni, és tényleg nem tudunk más, hogyha oda beülök és elkezdek dolgozni, csak az van. Tehát mindent kizárok, és mindent ki is kell zárni, mert különben valami hibát akkor elkövet az ember. A hozzánk tartozik a világosító, a hangosító, a díszlet, az öltöztetők minket keresnek meg, hogyha valami van, tehát minden apró. És akkor menjünk sorban, mert hogy a munkája jóval hamarabb kezdődik az előadásokat megelőző 3 figyelmeztetés bemondásánál. Először is ott vagytok az egész próba folyamaton. Így van. Aztán a produkció minden másodpercére oda kell figyelned, ezt pontosan figyelemmel kísérni. Az előadások művészi és műszaki állományát is, emellett tehát a színészek, kellékesek, öltöztetők, díszletmozgató, minden a tiéd. Minden, igen. Hogy lehetett ezt megtanulni? Ki volt a mestered? Nekem Horváth Izabella volt a mesterem, ott van a színháznál, mint ügyelő, de Johanna is sokat segített, Kalmár Johanna. Ők ketten vannak most még rajtam kívül ügyelők, rengeteget segítettek, tényleg. Mindent elmondtak, nagyon segítőkészek voltak. Az első darabomnál nagyon sok hibát követtem el, tehát, hogy így figyelmeztettek, hogy ugye mit, hogy kell csinálni, nagyon nehéz volt. Tehát nagyon nehéz volt ezt megtanulni, még most is tanulom, kőkeményen, tehát itt nagyon-nagyon sok mindenre kell tényleg figyelni. Tehát kezdjük ezért sorban, tehát a próba folyamat. Tehát akkor, amik mi azt látjuk egyébként, azok is, akik a próba folyamatot abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy végigkövethetik, vagy ott lehetnek gyakorta, hogy ott tulajdonképpen a rendező és a színészek vannak fókuszban. Ugyanakkor hogy kapcsolódik ebbe be az ügyelő, hiszen neki is minden másodpercet tudnia kell?
Mi is kapunk szövegkönyvet, és azt kezdjük el így szép lassan kitöltögetni. Mi hívjuk a színészeket a próbákra, tehát úgy indul az egész, hogy hívjuk őket a próbára. Közben bejön egy kellék, akkor a kellékesnek szólunk, hogy milyen kellék kell a darabban. A díszletet be kell állítani, még először nincsenek díszletek, csak ilyen állító jelleggel vannak, tehát hogy így nem a konkrét díszlet van, az csak a főpróba héten érkezik általában, tehát jelzéseket csinálunk a színpadon, le kell jelölni szallaggal, hogy éppen a díszlet hol áll, merre mozdul, arra kell figyelni, akkor a zenéket, hogyha zenés darab van, akkor mikor indul be az a zene, hogyha szöveg alatt van esetleg zene, akkor az mikor indul el. Hogyha esetleg valami jelzésszerű ruha kell, kalap, kabát, akkor azt az öltöztetőktől kérünk. Ezt így mind nekem mondják, és akkor én hívok mindenkit erre a feladatra. Tehát probléma megoldó készséggel és képességgel rendelkezni. Abszolút, kell. Igen. Melyek a leggyakoribb problémák? Most nyilván itt semmiképpen nem a bulvár eseményekre gondolok. Melyek azokra, amire különösen kell figyelni? Hú, hát a fényre arra nagyon, mert tulajdonképpen mindenre nagyon összetett. Például a hívások, hogy a színész időben érkezzen meg a jelenetre, az például nagyon-nagyon fontos, mert lekésheti a jelenetet, hogyha én nem időben hívom. És a szövegkönyvben látjuk, hogy egy szereplőnek mikor kell pontosan odaérni, és két oldalal előbb kell körülbelül hívnom, hogy odaérjen időben, mert érkezhet föntről, a harmadik emeletről, az öltözőjéből, ezeket nem lehet kiszámítani, tehát ez nagyon rettenetesen Mennyire fontos. Mennyire kell szigorúnak lenni egy ügyelőnek? Nagyon. Ez mit jelent nálad, hiszen most mosolyog a szemed, az egy másik dolog. Nagyon, nagyon keményen kell őket fogni, a színészeket nagyon, szerintem, és nagyon kell tudni azt, hogy mik a szabályok, tehát, hogy ha oda kell érni időben, akkor odaérek időben. Van, amikor úgy viselkednek, mint a gyerekek. Tehát próbálják megúszni a dolgot, kiskapukat keresnek, és hogyha egy ügyelő nem kemény, hanem kicsit barátságosabban kezeli ezt a dolgot, az is kell hozzá nyilván, tehát azért nem ostorral hajtjuk a színészeket be a színpadra, de nagyon keménynek kell lenni. Tehát. Milyen a viszony a rendező és az ügyelő között? Tehát nyilvánvaló ez egy feltétel, ez egy olyan munkakapcsolat, ami barátság is lehet, és az a legjobb, ha baráti a viszony, de milyen az a viszony? Tehát itt nem az alá és fölé rendeltségi viszonyra gondolok, úgy általában. Mi a jó az ügyelőnek egy rendezőben? Ez nagyon jó kérdés. Még nem találkoztam olyan rendezővel, akivel nem találtam volna meg a közös hangot így a színházba. Én azt mondom, hogy nagyon sok esetben baráti a viszony, és az a jó, hogy tudnak kérni, tehát hogy nem alárendeltség van, hanem megkérnek dolgokra, amit az ember így úgy gondolom, hogy egyből szívvel tud végrehajtani. Tehát hogy nem az van, hogy kiadja a feladatot parancsban, hanem megkéri az ember. Tehát egy mosoly sokat segít ilyenkor. Igen. De ez vonatkozik a művészekre is, hiszen nyilvánvaló, hogy a művészekkel való kapcsolattartás az elsődleges egy ügyelő életében. Tehát, és nyilván sokféle karakter dolgozik a színházakban is, tehát nyilván itt most értelemszerűen nem a egyes Vörösmarty Színház színművészekre gondolok általában. Tehát hogyan lehet a művészekkel való közreműködést tökélyre fejleszteni? Mert ugye másként nem megy. Hát a tisztelet az nagyon fontos szerintem, hogy mindenki tisztelje a másikat, tehát hogy tisztelettel állok minden színész, táncos mellett, tehát hogy úgy az nagyon fontos, hogy megtalálni mindig a közös hangot mindenkinél. Tehát egy összehangolt, közös munkáról van szó. Mi a helyzet a műhelyekkel?
hiszen a díszletezőktől kezdve a ruhákat készítőkkel, a fodrász, a sminkes mind fontos szerepet játszik, hogy minden előadás és próba időben elkezdődhessék, és olyan legyen, mint amit mi megálmodtunk magunknak, színházba járunk. Megmondom az őszintét, nagyon-nagyon összetartó csapat vagyunk, én azt érzem itt a színháznál. Én nagyon jól kijövök a díszítőkkel, ők ugye a közvetlen kollégáim, mármint úgy közvetlenek, hogy tulajdonképpen ők neki, csak férfiak a díszítők, ugye ezt tudjuk. És azért, ha egy nő mondja nekik azt, hogy ezt a díszletet most nem oda tetted, nem jó helyre tetted, hanem kicsit tedd odébb, akkor abszolút elfogadják azt, hogy én mondtam nekik, mint nő, és nagyon jó a kapcsolat az öltöztetőkkel is, abszolút, őket is kell hívnom, tehát ők is hívásra érkeznek, amikor elindul egy darab. Tehát, hogy nem csak a színészeket hívom, hanem bemondom a hangosba, hogy öltöztetőt kérek szépen a színpadra, mert egy jelenetben éppen a váltás történik, és gyors öltözés van. Ugyanígy a kellékesekkel is nagyon jól megtaláltuk a közös hangot. Tehát én azt gondolom, hogy én mindenkivel nagyon jól csapatként működünk. Ugye az, hogy a napi munkafolyamatot össze kell hangolni, az természetes. Ugyanakkor a próbák menete is nagyon fontos, tehát az olvasó rendelkező összpróba és az összes többi, vagy akár egy előadások felújítása. Igen. Ebben milyen szerep hárul mármint például a felújításban egy ügyelőre? Ugyanúgy ott vagyunk, ugyanúgy az elejétől fogva egy felújító próba is, mintha elkezdenénk előről az egészet. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy egy felújító próba, volt az az előadás, nem ment egy darabig, fel kell újítani, ugyanúgy kezdjük az elejéről mindent. Ugye akkor már van egy konkrét szövegkönyv a kezünkbe, ami alapján dolgozunk, csak fel kell frissíteni az emlékeket. No, ez ugye tudjuk, hogy teljes embert kíván, ezt gondolom, hogy eddig is kiderült. Annál is inkább, és erről majd még kell, hogy szó essék, az ügyelő az egyetlen a színházban, aki egy előadást megszakíthat. Így van. Ez rendkívüli felelősség. Abszolút, igen. De gondolom, ilyen még nem volt. Nekem nem volt még, hál' Istennek. Olyan már volt, hogy próba volt, és az első napom volt, miután visszamentem dolgozni egyes után, és az ember tragédiáját próbáltuk, és tényleg az első napon volt, és kigyulladt a függöny. A nagy függöny fölöttem, ahogy állok ott az ügyelői pultnál, és a dr. Szikora János igazgatóra próbáltuk az ember tragédiáját, és egyszer csak éreztük, hogy valami füst szag van. És hát, hogy kigyulladt a függöny. Nem gyulladt ki teljesen, csak úgy elkezdett egy kicsit úgy szikrázni. És hát ugye minden, a próba leállít, függöny le, díszítők rögtön rohantak. Én annyit tudtam tenni, hogy egy kukás vödörbe engedtem vizet, hogy ne a poroltóval kelljen eloltani, tehát az is kirohantam gyorsan be a víz, addig leeresztették ugye a függönyt a trégerrel, és hát eloltottuk a függönyt, tehát nem lett semmi komoly, de hogy ilyen helyzetek azért vannak. És én ettől konkrétan rettegek, ha tűzet használunk a színpadon, én nagyon félek. Tehát, hogy én tényleg, hát nem tudom, én elárulom, hogy én félek ezektől a helyzetektől, attól is, hogyha esetleg egyszer függönyt kell adnom, mert valami olyan dolog történik, de hál' Istennek még nem történt. No, tehát a kapcsolattartás az egyértelmű, erről beszéltünk, de ugye fontos szerep van a turnékban, és ezt most azért kérdezem, mert ugye kiderült, hogy a színház sajnos rövidesen bezár január 2-án, és 3 hónapig itt Székesfehérváron nem lesz, közel 3 hónapig, és turnéra indul a színház egy-egy előadással. Ilyenkor mi a szerepe az ügyelőnek, hiszen itt aztán kiviláglik, hogy ki mennyire van otthon ebben a szerepkörben, mert hogy nagyon sok mindent kell vinni, és egy teljesen ismeretlen helyen kell ugyanazt a szintet produkálni, mint a megszokott otthonban. Igen, hát fel kell, elmegyünk egy tájelőadásra, akkor ott mindig megnézzük ugye, hogy mik a lehetőségek, de tulajdonképpen az ügyelőnek csak a színpaddal kell foglalkozni, tehát megvan a díszítők, a kellékesek és az öltöztetők elfoglalják ott a másik színházba a saját helyüket, az ügyelőbe megy a színpadra, és onnantól kezdve neki csak a színpaddal kell foglalkoznia, tehát ott mindenki tudja a saját dolgát, hogy ő neki miben kell segítséget kérni esetleg tőlem,
És akkor ott hát felmérjük az új lehetőségeket, ugye mások a méretek, a más a hangpult, a fénypult, minden. Meg kell tanulni, igen. Ez a munka teljes embert kíván, én azt gondolom reggeltől estig tart, és akkor itt most rá kell, hogy kérdezek a családra. Nemrégiben született meg a fiad, igen. Most már nagyfiú. Most már igen, óvodás, igen. Hogy viseli a családod ezt a fajta munkabeosztást? Hát sakkozunk rendesen a férjemmel, hogy mikor kimegy a Vincéért az óvodába. Eddig ugye bölcs is volt, de ugye a pandémia után jöttem én visszadolgozni. Akkor nem voltak olyan kemény próbaidőszakaim, tehát ott könnyebb volt a lehetőség. Most ez az év azért ez már nehezebb lesz. Mondjuk most, hogy bezár a színház, most így megint talán egy kicsit könnyebb, de a tájelőadások miatt, meg a más a változások miatt megint nehezebb lesz. Nagyszülők azért távol vannak tőlünk, tehát nagyon segítségünk nincs. Mindent a férjemmel ketten oldunk meg. Nehéz, de eddig sikerült, hál' Istennek. A kisfiam egész jól viseli. Sokszor van azért bent a színházban, tehát azért bejön hozzám, néz előadásokat, néz próbákat, mert azért hiányzik neki az anyukája, de hál' Istennek az apukájával nagyon jól megtalálták a közös hangot, és nagyon jól el vannak. Tehát akkor a kisfiúnak most már lesz jövőképe. Hát igen. Mindenképpen. Igen. Na, még egy dolgot szerettem volna megkérdezni, ez is távol áll a bulvártól, tehát azt nem is kérdezem meg, hogy van-e kedvenc színészed, kedvenc rendeződ, azt hagyjuk, viszont vannak kedvenc darabod. Van-e olyan darab, ami a pályafutásod során megragadott, azon felül, hogy nyilván amelyben még játszottál is? Uh-huh. Hát ez is jó kérdés. Amit nagyon-nagyon szerettem táncosként, az a Rómeó és Júlia volt, ezt a Győri Balettnál táncoltam. Ezt szeretem prózai darabban is nagyon, a Rómeó és Júliát. Ugye a Dzsungel könyvét megint ki tudom emelni, azt nagyon szerettem. Hát tulajdonképpen mindenevő vagyok, tehát szeretem a komoly darabokat is, de a vígjátékokat azt nagyon, tehát azért azokat nagyon szeretem. Hát körülbelül úgy ennyi. Mit kívánjunk neked? Márciust, az abban biztos vagyok, de egyébként? Nehéz darabokat. Tehát szeretem a kihívásokat, és a nehéz darabot, amiben sok mindent kell csinálni. Tehát amiben például én a Mágnás Miskát fogom a következő évadban csinálni, azt már nagyon-nagyon várom. A zenés lesz, az sok szereplős lesz, az ilyet nagyon-nagyon-nagyon várom. Történjék így. Vince József nevezetű gyermekednek akkor boldogságot, további növekvést, és hogy sok tapasztalatot tegyen szert a színházban édesanyjával, és hát Tibor párodnak, lelked jobbik felének pedig nyugalmat, türelmet ehhez. Én azt hiszem, hogy jó helyen vagytok itt Fehérváron. Köszönjük szépen. És köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Végszirmai Irén volt, a Vörösmarty Színház ügyelője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk ugyanebben az időpontban, ugyanitt, nem sokára. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.